estét mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Tatabányán, és kezdjük Dharma beszédünket az Om Nám mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában, ezt együtt recitáljuk el 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Mindenki ide érkezett. Ahogy a mantrát elmondtuk, az elmédnek a zaja egyre inkább alábbhagyott, egyre kevésbé uralt a saját narratívád, és végre itt vagy. A saját szemeddel nézel, a saját szíveddel érzel, a saját elméddel gondolkodsz. És ha ez így van, akkor nem más gondolkodik az elméddel, nem más lát a szemeden keresztül, nem más hall a füleddel. Ha ezt meg tudod tenni, akkor vagy a magad ura. Ha látod azt, hogy mi ez a jelenlét, mi ez a beérkezettség, akkor eljutsz ahhoz az önvalóhoz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ezáltal nagyon jól érzed, hogy a másik mit érez, mert ebben a tükörben tükröződik. Nagyon jól látod, hogy a másik mit gondol, mert a tükrödben tükröződik. Ezt hívjuk együttérzésnek. A tükörszerű, tiszta, önvaló elérése a nem kettősségen alapuló bölcsesség alapja. A zen semmilyen különleges tanítást nem ad át. Amire szükség van, az már benned van. Amire nincs szükség, az az, amivel összetéveszted önmagad. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs egoitás, nincs elkülönülés. Ekkor tisztán érzed a teret, látod a padlót, a mennyezetet, az előadót. Ennyire egyszerű. A kérdés az, hogy erre miért nem jövünk rá? Mi az, ami ezt eltakarja? A projekcióink, az elvárásaink, a különböző illúziók és hamis azonosulások, ezek takarják el ezt az egyszerűt és tisztát. Semmi más dolgunk nincs, mint ehhez visszatérni, visszaérkezni. Sákyamuni Buddhának nagyon sok tiszteletteljes neve volt. Az egyik például a világok által tisztelt. Ez gyönyörű. Nem csak az emberi világ, az állatvilág, az istenek világa, a démonok világa, a pokolbéli, a bodhiszatvák, a buddhák mind tisztelték őt, mert felébredt. Mert visszatért ehhez az egyszerűhöz és tisztához. A másik neve a beérkezett volt. Hova érkezett be? Milyen állomásra? Ebbe a pillanatba érkezett be. Az ilyenséget látta meg. Amikor egy jó zen gyakorlat után látod azt, hogy az ég az csak kék, és a falombja csak zöld, és semmi egyéb nincs, akkor tiszta a tudatod. Akkor visszaérkeztél.
akkor beérkeztél. A zen tehát nem szélsőségekben fogalmaz, sem az ideálista módon, hogy ideális jó vagy ideális rossz. Nem fogalmaz abszolút módon, hogy abszolút létező vagy abszolút nem létező. Teremtettségünket és teremtőségünket egyszerre kéne látni. Ha nem látod, akkor a zenbot mindig elbillen, és az a vége, amire nem gondolsz, az megüt. Ha csak teremtetnek látod magad, akkor a teremtő vége megüt. Ha csak teremtőnek látod magad, akkor a teremtett vége megüt. Ha egyszerre látod a kettőt, akkor itt vagy középen. Itt vagy abban az elképesztő paradox helyzetben, amit sem elmélet, sem rendszer, sem dogmatika, sem tudomány nem tud teljes értékűen szavakba foglalni. Csak részigazságokat hallasz. Tőlem is. Mástól is. Mihelyt kinyitom a számat, már nem tudom elmondani az ellenkezőjét. Még hogyha körbeérek, akkor sem. Mihelyt hallasz valamit, annak a fonákját már nem látod, mert vagy nem mutatják, vagy nem akarod látni. Hogyan érhetsz el a teljességhez? Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Egyé válsz a pillanattal, egyé válsz a világgal, egyé válsz a lényeggel. Ennek a lényegnek a birtokában láthatod csak tisztán az igazságot, és működhetünk helyesen. A zenben tehát a lényeg, az igazság és a cselekvés vagy működés, ez a három alapvető pont, amire a gyakorlatunk alapszik, amin nyugszik. Van másik három. A tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága, mert egyetlen egy hagyomány, egyetlen egy út sem működik enélkül, de még az edzőtermek sem, a színházak sem, a nagyvállalatok és a kis műhelyek sem. Mindenhol van valaki, aki tanítja. Nem biztos, hogy tudja, de tanítja. Mindenhol van egy rendszer, egy tanítás, egy működésmód, akár írásban, akár íratlanul, amit el kell sajátítani. És végül is van egy csoport, amely ezt műveli, akik végzik ugyanezt. Az ember, a világ és az azt összekötő törvény. Ez a háromság. A Buddha, az egyén, hogyha felébredt. A dharma, a törvény, ha elsajátítottad, a dharma nagyrészt íratlan. Le is lehet írni, akár 84.000 kötetben, ahogy a Páli Kánont látjátok, de ez még mindig csak részigazság. A teljes igazság az bennünk van. És nagyrészt szavak nélkül, nagyrészt íratlanul. Ez az íratlan törvényhez való visszatérés a dharma gyakorlata. A közösség, a csoport, a család az a szanga. Ez a gyülekezet. Ez az a csoport, az emberi környezet, az a mező, ahol amit teszünk, amit tanítunk, az manifesztálódik. Az ezzel való helyes kapcsolattartás a dolgunk. Semmi más. Hogyan tehetjük ezt? Három folyékony dologról kell szólnom, ami ezt a kapcsolatot fémjelzi. Ha jól csinálod, akkor csak veríték, mert dolgoznod kell érte. Hogyha szomorúságot okozol, vagy okoznak neked, akkor könny, ez a második. És hogyha dű, harag keveredik hozzá, akkor vér. Tehát semmi más nem tapasztalsz az úton, csak vért, verítéket és könnyeket. Miért? Mert ez az illúzióvesztés ára. Ezáltal adod föl a hamis önképeidet, vagy a másik emberről alkotott hamis képeidet. De mennyi veríték kell? Ha megdolgozol érte, akkor csak verejtékezni kell, és néha sírsz, amikor olyan veszteségeket szenvedsz el, amelyek elől nincs menekvés.
Mert mindannyian megszülettünk a szüleinkhez, a nagyszüleinkhez, a dédszüleinkhez, és ők elmennek. Ők előttünk mennek el, hogyha az élet természetes kerékvágásban folyik, és őket megsiratjuk. Tehát valahol sírni fogsz. Mennyit? Kiért? Magadért? Nézd meg, hogy egy gyász folyamatban mennyire magadról szól, vagy az elhunytról szól, vagy a családról szól az, amit itt látsz. Hogyha megdolgozol a tisztánlátásért, akkor nem dűvel akarod a tehetetlenségedet levezetni. De ha mégis, akkor sok ember vére folyik, mert az erőszak az a gyengék végső menedéke. Tehát ebből a három nedvből mennyit fogsz te tapasztalni? Mennyire vagy hajlandó tenni azért, hogy más ember légy, hogy fejlődj, hogy tudatosodj? Ez a veríték, ez a befektetett munka. Tehát a teremtőségünket és a teremtettségünket egyszerre kell tapasztalni, és ebben a paradoxonban élünk, hogy egyszerre kell ennek lennünk. Egyszerre válik a lélek az öröklétre, a tökéletességre, a halhatatlanságra, és egyszerre tudjuk, hogy halandóak, tökéletlenek és függők vagyunk. Ja, hogy nem vagy függő? Mert nem voltál még elvonón? Azt hiszed? Egy kis szeretet megvonással kezdődik majd a kúra ma este, amikor a párod nem szól hozzád. Az lesz az első elvonó kúra. Utána, hogyha azt hiszed, hogy nem függsz semmitől és senkitől, akkor három napig ne vedd fel a telefont, és ne is indíts hívást. Ha pedig azt hiszed, hogy az anyagi világ téged már nem érint, akkor próbálj meg oxigén nélkül létezni 5 percig. Úgyhogy jó hírem van, mindenki függő. Mindenki tökéletlen. Mindenki múlandó. De van valami bennünk, ami ezt látja. Úgy látja, hogy ha letisztítod ezt a tükröt, akkor ez ennek nincs kitéve. És érdekes módon, egy újabb paradox, az egyéválláshoz a megkülönböztető bölcsesség vezet. Te látod azt, hogy mivel nem vagy azonos. És ez a nem azonosulás a különböző rúsfoltokat, hintőporfoltokat, egyéb szennyeződéseket, amiket mondjuk egy tükrön te láthatsz, engedi onnan leolvadni, lehámlani. Hogyan tudod a tükröt és a tárgyát megkülönböztetni, a tudatot és a tapasztalatot megkülönböztetni? Úgy, hogy az egyik áll, a másik mozog. Volt már olyan, hogy beléptél a fürdőszobába, megnézted magadat, utána kiléptél, és az ajtórésén visszanézve még ott volt a tükörben a kép. Ugye, hogy nem? A tükör híven mutat, pillanatnyi késedelem nélkül. De mihelyt megszűnik a tárgy a tükör előtt, a tükörkép is megszűnik. Na, az igazi önvalónk ezt is tudja. Tehát mihelyt feladod azt a rusnya nagy egoitásodat, szabad vagy. A zen ebben a formában körülbelül 1500 éve létezik, bár a buddhizmus Kínába, Koreába sokkal korábban átment, de buddhi dharma az, akinek a gyakorlata és a munkája az eléggé rányomta a bélyegét erre. Ugye a bevezető végén elmondom a zen 4 alapelvét, mert ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ez az, ami megkülönbözteti bármely más tételes vallástól. Ugyanis a buddhizmusból lehet vallást csinálni, egész jó vallás lesz belőle, követhető, de valójában egy szellemi út, amelyben nincsenek nevek és formák, mint végcél. Csak egy tudatállapot, vagy éppen egy tudatállapot javítása a végcél. Az első ilyen alapelv az, hogy ne támaszkodj az írásokra. Nyugodtan olvas, rengeteg jó könyv van. De az utad nem abból áll, hogy könyvlapról könyvlapra
mondatról mondatra bebiflázod, levizsgázol, visszamondod, és akkor te jó vagy. Ilyen nincs. Miért? Találkoztál azzal, aki olvassa ezt a könyvet? Átérzed azt a tudatot, amelyik leírta? A könyvet író tudata és a könyvet olvasó tudata azonos vagy különböző? Ezért nem lehet könyvekre alapozni. Miért? Mert azok termékek, azok teremtett dolgok. Hol van a teremtője? Hol van a tudata? Ki írta azt? Milyen nézőpontból? A sajátjából? A barátjáéből? Az ellenségéből? Az önvaló nézőpontjából? Honnan írta? És ahhoz, hogy te eljuss a szakácskönyvtől az ételig, be kell lépni a konyhába. Ahhoz, hogy eljuss a térképen a célponthoz, rá kell lépni az ösvényre, és bele kell merülni a tájba. Magyarul tapasztalni kell. Ha csak az írásokra támaszkodsz, nem érsz célba, hanem ott ragadsz a könyvtárban, és ott fogsz meghalni. Ezért a második alapelv az, hogy közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Miért? Nagyon sok részigazságra is irányulhatnánk. Látsz ilyet. Legyél jól. Érj el sikereket. Legyen még több részigazság ott bent. Legyen még több vagyontárgy ott kint. Mit teszel ezekkel? Ha nem teszed félre, akkor egyre vastagabb rétegeket raksz a tükörre. Egyre kevésbé jársz az úton. Miért? Mert a megszabadulás útja tárgyatlan. Ami tárgyas, ami egy végcélt, ami egy állapotot kijelöl, az nem a megszabadulás útja, hanem egy úgynevezett tárgyas, objektum-orientált ösvény. És akkor elértél valamit. Ez nagyon jó, csak amit te elérsz, és neve, formája, állapota van, mert jelenség, akár kint, akár bent, az nem az igazi önvalód. Akkor nem irányultál közvetlenül a tudatra. Akkor nem mentél végig az úton. Nem az a baj, hogy részigazságokat tudunk, hanem az a baj, hogy a részigazságokat abszolútnak szeretnénk beállítani. De egy a részből sosem lesz egész. Egy összetört kancsót nem fogsz tudni összeragasztani a cserepekből. Azt megteheted, hogy elviszed az üveggyárba, beledobod a kemencébe, és megkéred az ott dolgozókat, hogy öntsenek, fújjanak egy újabb üvegtárgyat belőle. Ezt megteheted. Ez a gyakorlat, amikor a karmádat hagyod a tantienet tüzében elolvadni. Hagyod az énségedet először összeomlani, aztán újra formálódni. És hogyha ezt megteszed, akkor a harmadik lépés, a harmadik alapelv is a tiéd, hogy a felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. Semmi más. Itt nyugaton nagyon sok teológiai és egyéb alapú istenkép van. De azok a szerzetesek, akik nagyon sokat gyakorolnak a kolostorban, azok tudják, hogy az Isten élmény és az istenkép nem ugyanaz. Akik az Isten élményben részesültek, nem vitatkoznak róla. Akik egyik vagy másik istenképet hirdetik, azok vitatkoznak azokkal, akik nem értenek velük egyet. Ugyanúgy keleten a megvilágosodásnak nagyon sok aspektusa volt. Nagyon sok olyan képesség, tudatállapot, történés fűzhető a megvilágosodáshoz, amely a tapasztalat szintjén oda segítette az útonjárót, de nem azonos vele. Keresztül jöttél ezen a kapun, hogy belépj ebbe a helységbe, de nem maradtál a kapuban, és nem azonosultál az átlépés mozdulatával. Miért? Mert beértél ebbe a térbe, megérkeztél ide, és leültél a helyedre. Tehát a tapasztalat maga kinyitja a kaput, amin ha átlépsz, utána már az szükségtelen. Ahogy a Buddha mondta,
a tanítás olyan, mint a tutaj, ami átvisz a folyón. De ha már a túloldalon vagy, a tutajt magad mögött hagyod, és mész tovább. Tehát nagyon sok tudatállapotot, átmeneti állapotot, köztes létállapotot lehet tapasztalni, mielőtt igazi önvalódat eléred, de a felébredés csak ezzel egyenlő, semmi mással, semmilyen csodával, mágiával, különleges képességgel, ezek mind vagy átmenetek, vagy melléktermékek. Ezért nem szabad azonosulni ezekkel. És a negyedik, az a tudattól tudatig való közvetlen átadás. Tehát lehet nagyon sokféle ceremóniát rendezni, különböző színű ruhákba, lebernyegekbe beöltözni, nagyon szép zenbotot lehet kapni Koreában, de hogyha emögött nincs egy olyan tudattól tudatig való átadás, amely a tanító felébredése és a tanítvány felébredése egyszerre, akkor az üres. Szellemileg nem értékelhető. Úgyhogy ez az ennek a négy alapelve, amelyért a három folyadék egyikével, másikával meg kell dolgozni. Csak akkor a tiéd, hogyha tettél érte valamit, sőt, eleget. A zen nem közvetlen probléma megoldó. Nincs olyan, hogy leteszed a problémát, alkalmazod a zen modellt, a zen módszert, és akkor az a probléma megoldódik. Miért? Mert ehhez ugyanazt az elmét, ugyanazt a dualisztikus gépezetet kellene használnod, amely teremtette a problémát. És hogyha dualisztikus módon keletkezett, akkor az dualisztikus módon fönnmarad, de csak az egyéválás tiszta tükör tapasztalatával, az integráció élményével fog megszűnni. Minél szélsőségesebb egy tapasztalás, annál erősebben azzá válsz. Ezért emlékszel a traumáidra a legjobban. Néha az örömeidre is emlékszel, de abból sose elég, tehát azt hamarabb elfelejtjük. Másik emberi paradox, hogy a traumából lenne a legkevesebb, amire szükségünk van, de azokra emlékszünk a legjobban. Főleg a családi életben nem igaz, hogy csak a szépre emlékezem. Most gondold, de mikor vesztél össze utoljára valakivel otthon. Tehát ahhoz, hogy ezek a nagyon negatív élmények megszűnjenek, először is be kell látnod, hogy ezeket nem lehet meg nem történtté tenni. Ezek megtörténtek veled. Ezek által váltál azzá, aki most vagy. És ez rendben van. Az, hogy te erről jót gondolsz, vagy rosszat gondolsz, az viszont felesleges. Ha kiveszed a szélsőséges reakciót, a pozitív vagy negatív szélsőséget, akkor megszűnik az azonosulás az élménnyel. Akkor látod tisztán. Pontosan úgy, ahogy az történt. És a tisztánlátás, a szélsőséges nézetek kivétele, az énesülés megszüntetése, érdekes módon pont a probléma megszűnését, a trauma csökkenését és néha eltűnését is eredményezi. Mennyiben következhet ez be? Pontosan annyiban, amennyiben te megszűnsz azonosulni a múltaddal, megszűnsz azonosulni a traumáddal. Látod, hogy a hátizsákodban van, mert te tetted oda, de nem gondolod azt, hogy ez jó vagy rossz. Azt látod, hogy ez ezért történt, és ez lett az eredménye. Tehát az okozatiság tiszta tükrében látod azt a mátrixot, amiben benne vagyunk. És mihelyt nem csak magadra gondolsz, vagy csak egy másik emberre gondolsz, mihelyt nem szélsőségekben gondolkodsz, azon nyomban az okozatiságot tisztán látod. És tudsz teremtő és teremtett lenni egyszerre. És azt teremted, ami magadnak és másoknak egyaránt szükséges. Ami tényleg kivezet a szenvedésből, ami tényleg azokat az értékeket hozza el, amelyre szükségünk van, hogy méltó emberi életet éljünk. De ezt úgy nem tudjuk megcsinálni, hogy ugyanazt a szélsőséges, duális berendezést használjuk, mint amivel megteremtjük és fenntartjuk a problémákat.
Ezért kell visszatérni valamihez, ami nem kettősség. Szanszkritul az advaita, a nem kettősség. És a jó hír az, hogy ez bennünk megvan. Hányszor szabdaljuk föl, hányszor törjük darabokra, hányszor énesítjük, hányszor hisszük azt, hogy csak dualitásaink vannak. És hogyha nem merülsz ebbe a hitvilágba bele, ha egy picit visszalépsz, hátralépsz, ha egy picit elcsendesülsz és rálátsz, és megszabadulsz a gondolkodás és szélsőséges érzelemvilág terheitől, akkor eléred. Visszaérsz hozzá. Ez nem előtted vagy mögötted van, alattad vagy fölötted van, ez mindig itt van, csak folyamatosan kimozdulunk belőle, folyamatosan összetévesztjük valami mással. És ezt a tévedést, ezt kell feloldani. Ez a tévedés, ez az avidyá szanszkritul, a nem látás. És hogyha tisztán látsz, akkor tényleg hihetsz a szemednek, hihetsz a fülednek, hihetsz a lelkednek, az intellektusodnak, de ha nem látsz tisztán, akkor minden megcsal, minden illúziót termel, mert te magad ehhez hozzájárulsz, te erre engedélyt adsz, sőt, néha élvezed egy ideig. Aztán, amikor rád ég a kabát, és nem tudod a karmádat levetkezni, akkor rájössz, hogy valami nagyon nagy baj van, és ekkor kell kilépni abból a szerepből, amit addig játszottál. Ekkor nem szabad elhinni azt az avatárt, akinek addig tudtad magad. Minden karma keletkezik, fennmarad és megszűnik. Legyen az érzékszervi, mentális vagy transzcendens. Ez a jó hír. Rossz hír nincs, csak munka van. És hogyha ebben a munkában segíthetek bárkinek, akkor itt a kérdezés ideje és lehetősége. Kinek van kérdése? Úgy érzem, hogy az életem elérkezett egy olyan út elválasztóhoz, hogy kettő út van. Van egy, amit én úgy érzek, hogy a jó, ami ahhoz tartozik, ugye, hogy spirituálisan felemelkedjek azon az úton, a jó utat járjam, viszont van a másik, ami tele van illúziókkal, ami nem a valóság, amit tudom, hogy nem jó, és mégis miért bizonytalanít el ez a döntésben? Azért, mert a felemelkedés, amit annak mondasz, az valójában az elején nem az. Ugyanis el kell engedni azokat az illúziókat, amelyek eddig az energiaforrásod volt. Az illúziókkal nem az a baj pusztán, hogy nem lehet rájuk támaszkodni válsághelyzetben, hogy igaznak tűnnek, de valójában hamisak, nem, az is a baj, hogy az elején a szokásaink miatt rengeteg energia van bennük, megszoktuk őket. Energiát adunk és kapunk, felfrissítenek, változást hoznak, mindenféle dolog történik. De közben nem vesszük észre, hogy körben forgunk. Tehát Szungszán Zenmester ezért mondta mindig, menj egyenesen, ne gondolkodj. És ez a duális tudatra gondolt ilyenkor, és nem pedig arra, hogy ne tudjál autót vezetni. Tehát szokatlan az, amiről beszélsz. Egyáltalán nagyon kevesen teszik föl maguknak ezt a kérdést, és nincs ilyen dilemmájuk. Csak az, hogy hogy lehetne jobban élni. Hogy lehetne jobban érezni magunkat. De valójában a tudatosodás az azt jelenti, hogy kilépsz a kényelmi zónából, és megváltozol, mint személy. És ez a változás, ez megjósolhatatlan. Csak iránya van, de olyan állapota, amit te azonosíthatsz, megtarthatsz, olyan nincs. Sokkal bizonytalanabbnak tűnik, olyan, mintha hirtelen repülőszőnyegen kellene jógázni. Nem szokványos. De hogyha azt látod, hogy ki nem akarsz lenni, akkor elég azt mondani, hogy köszönöm, ezt most nem kérem. Tehát azt már nem követem el, mint egy éve, fél éve, egy hónapja, egy hete. Az már nem akarok lenni. Miért? Mert cselekedeteink, érzelmeink, beszédünk és gondolataink által válunk azzá, amivé. Ez a nyersanyag. Ebből választjuk ki, hogy mivel azonosulunk, és milyen énséget hozunk létre. Három nagy szűrőnk van. Az egyik a teremtő ösztön, a másik a megtartó
ösztön, vagy birtokló, a harmadik a túlélő. Ez a három ösztöncsoport dönti el, hogy az énedbe mit akarsz beemelni. Amelyik a legjobb léttaktika, az marad. Ez az atavisztikus, kőkemény állati rész benned. Mindenkiben ott van. Csak nagyon komoly gyakorlattal lehet ezt fölülírni, hogy igen, a másik élettel lehet, hogy értékesebb, mint az enyém. Mikor és milyen körülmények között? Lehet, hogy feltétel nélkül oda kéne tudnom adni valamit a másiknak, és nem követni a birtoklás ösztönt. A teremtés pedig az, hogy az én DNS-em menjen tovább, és ne a másiké. Hát nézd meg, milyen elképesztően erősen ragaszkodunk az érzékszervi továbbadáshoz. És félreértés ne essék, nem azzal van a baj, hogy te gyermeket nemzel és hozol a világra, hanem az, hogy azt hiszed, hogy az te vagy. Azt hiszed, hogy az a tiéd. Azt hiszed, hogy ő majd azt csinálja, ami a te álmod volt, de te nem valósítottad meg, majd ő. Ezekkel van a baj. Mert ez mind illúzió, és egy gyerek pont akkor átüt rajtad, amikor a illúziót táplálsz felé. Figyelted? Úgyhogy ezért nagyon jó az, hogy te eldöntötted, hogy változol, és a tudatosodás útján elindulsz a kérdőjel felé. Miért? Mert jobbra meg balra csak áthúzott felkiáltó jelek vannak, hogy na azt nem, nem és nem. És ez már elég. Ekkor már csak egy tanító, egy tanítás és tanítványi közösség kell. Egy olyan hagyományvonal, ami számodra hiteles. És akkor tudsz gyakorolni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Egy más kultúrából érkezett egyénnel, a mi kultúránkkal felnőtt ember tud-e kiteljesedett kapcsolatot? Nem. De a gyermek az igen. Ott van belül az a gyermek, akinek ezek a külsőségek teljesen mindegy. Tudom, hogy értél Koreában, egy koreai illetőről van szó. Nem, szóval az agyamat tudom, hogy nem tudjuk a kiteljesedést megtenni, de a szívünk... Mint egy koreai férfiről van szó, hogy egy kicsit legyünk már kimcsivel csípősek, és a szojúval pedig konkrétak. Na, szeretitek egymást? Igen. Akkor ez megold mindent. Hol a probléma? Hogyha kellő energiát teszel egy kemencébe, akkor megolvaszt mindent, amit beletesznek. És például egy közös kapcsolat, egy páros karma az ilyen. Hogyha elég szerelem van benne, elég szeretet van benne, az összes karmikus törmeléket ott meg lehet olvasztani. Bonyolult az egész. Nem, ez bonyolult. Az egész az nem bonyolult. Egyszerűen lásd úgy azt az embert, ahogy van. A koreai férfiak egyébként nagyon könnyen kezelhetők. Ezt a koreai nőktől tudom. Viszont te nem vagy koreai nő. És ezért tűnik bonyolultnak a feladat. Pedig nem az. Tehát én azt javaslom, hogy lépj kapcsolatba koreai nőkkel, ez nem vicc. A koreai nők megtanítanak téged arra, hogy hogy kell egy koreai férfit kezelni. Jó. Miért káros szentimentalizmus mentén élni az embereknek az életet? Ki mondta azt, hogy káros szentimentalizmus mentén élni az életet? Többször hallottam már. Kitől? Mondjuk a tanítomtól. És ki a tanítód? Hát, egy hölgy. Jó, akkor ezt a kérdést, hogy miért káros szentimentalizmus mentén élni az életet, ahhoz a hölgy tanítóhoz kellene visszavinned, aki ezt mondta. Jó. Oké. Koreában van egy ilyen mondás, ne feszítsd mások íját. Ne fújjál bele mások trombitájába. Most pontosan ez történt. Kinek van kérdése?
Én próbáltam feldolgozni, meg mindig mondtam az agyamnak, hogy én túl vagyok rajta, a gyerekkori traumák, egyéb dolgok. De mégis felnőtt korban azt érzem, hogy ez a karma, ez visszaköszön. Tehát mind a felnevelés, mind a viselkedésem, a gondolkodásom, ez így valahogy nagyon visszaköszön. És hogy próbáltad meg feldolgozni ezt a traumát? Mondd el nekem. Nem rólam szól. Ez az ember, aki csinálta velem, szülő, nem tehetek róla, hogy ezt tette velem. Ó, dehogy nem. Oda születtél. De hozzá. Miért? És itt a kérdés. Tehát megint csak azt látod, amit a szülő tett veled, az, hogy te miért születtél hozzá, az a másik fele. De miért kell még gyerekként ezt nekem átélnem? És azért? Mert születésed előtt úgy döntöttél, hogy az anyukád anyaméhében landolsz apukará segítésével. És hogyha te a szülőpárhoz születtél, apához és anyához, akkor velük szorosabb karmád van, mint a szomszéd szülőpárral, vagy egy másik városbeli szülőpárral, tehát egymáshoz tartoztok, ha tetszik, ha nem. És ennek az egymáshoz tartozásnak néha elképesztően traumatikus vonásai is vannak. Olyan dolgokat teszünk egymással, olyanokat mondunk egymásnak, hogy az agy megáll, a szív infarktust tud kapni tőle. Mert a közös karmát így éli meg az az embercsoport, az a család. A jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie, de valamiért mégis úgy döntöttek a résztvevők, hogy ez lesz. Az igazi kérdés tehát a saját részedre az, mi volt az a karma, ami téged abba a családba hozott? Mitől tartozol te apádhoz, anyádhoz? Mi ez a híd? És akkor meglátod, hogy ez miért történt. És azt kellene kivenni magadból, nem feldolgozni, és ezzel nem minősítem azt a kísérletet, hogy te egészséges légy. De a nyugati feldolgozás, hogy az elme újból és újból és újból átrágja, ez körülbelül olyan, hogy ledaráltál egy kiló húst a húsdarálón, aztán beteszed újra a húsdarálóba, hogy még apróbb legyen, és megint, hogy még apróbb, és már péppé daráltad, de még mindig nem lett tatárbisztek belőle. Tehát azt egyszer csak tovább kell tenni egy másik állapotba, kapcsolatba kell hozni egy másik élménnyel, megnézni, hogy annak a traumának mi volt a szerepe az életedben. És teljesen használhatatlan az a New Age berögződés, hogy pozitív gondolkodás. Nem lehet egy traumáról mesterséges módon őszintén pozitíve gondolkodni, mert nem őszinte, nem valós. Megpróbálod lefesteni, de alatta ott van az égő fájdalom. Nézd meg, hogy kivé váltál azáltal, ki voltál azelőtt. Hogyan vettél részt benne? Nem bűntudat, hanem a saját részigazságodnak a kiderítése. Mit tettek a szülők, mit tettél te? És ez visszamegy arra a kérdésre, hogy miért születtél hozzájuk. Mi módon tartoztok egymáshoz? És hogyha azt, ami a sajátod, azt a karmát megszünteted, akkor szabadultál meg a traumától. Mert az az énség, ami azt elszenvedte, vagy kiprovokálta, kivívta, továbbadta, na az nincs. Ehhez kell a gyakorlat. Ezt az azonosulást, amit a bevezetőben mondtam, a nagyon negatív tapasztalatokkal ugyanolyan erős az azonosulás, mint a nagyon pozitívakkal, sőt, a pozitívabbat hamarabb elfelejtjük, mert abból nem elég. A traumából elég volt. De mégis megjegyezzük. És egész addig, amíg nem tudatosítjuk, és nem vettük ki magunkból, addig újra termeljük a traumáinkat. Ez a szamszárikus körforgás egyik legborzasztóbb tulajdonsága, hogy te nem érted, hogy miért vívod ki ugyanazt az ütést a környezetettől. Tehát akik nagyon sokszor váltak, vagy párkapcsolatot váltottak, észrevették, hogy nagyon hasonló párokat vonzanak be, és hasonló típusú traumákat, veszekedéseket, egyebeket generálnak. Miért? Mert az a karma, az az én alkotó, az még nem lett tudatos, afölött még nincs uralmad, és ezért újra és újra olyan helyzetbe hozod magad, ahol ugyanazt a leckét megkapod egész addig, amíg nem csinálod másképp. Úgyhogy
hasonló típusú trauma ismétlődik mindaddig, amíg azt hiszed, hogy csak neked van igazad, és a környezetet hibázott. Ez egy nagyon szélsőséges, abszolút nézet. Ha 1%-ban járultál hozzá, akkor azt az 1%-ot meg kell látni, és ki kell venni, és nem azonosulni vele. És akkor a 99 eltűnik, ami tényleg nem a tiéd. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogy tudom megkülönböztetni a tudatot a tudatalattitól? Most melyikkel? A tudatalatti. Mi a tudat? Hát, hogyha a jelenben vagyok. Tehát, hogyha tudatosan élem meg a pillanatot. Tehát a tudat az, amikor tudatosan éled meg a pillanatod. Ez egy nagyon jó definíció. Most mit látsz? Függönyt. Helyes. Ez a tudat. Ez a függöny tudat. Mit hallasz? Csettintést. Ez a csettintés tudat. Ami a tudat alatti, az ebben a pillanatban nem látható, nem hallható, nem gondolható, nem érezhető. De egyszer csak a felszínre jön. Olyan, mint amikor van egy nagy malomkereked, csak pont fordítva, mint a való világban, a felső 10% áll ki a vízből, és a többi az alatta van. Ez a jó indulattal 10%-nyi tudatos személyiség szerintem kevesebb, mondjuk 5 vagy 3. Bizonyos esetekben a nullához közelít, amikor látod, hogy hogy megy az autópályán, biztos lehetsz benne. Tehát amikor az a nagyon töredék százalék tudatosság kint van a vízből, akkor minden, ami a víz alatt volt, az egy részben kiemelkedik, napfény, megmutatkozik, és utána visszamegy. Na ez az érzékelés folyamata. Tehát emlékszel arra, hogy mit ettél tegnap? Igen. Oké, emlékszel arra, hogy mit láttál tegnap reggel 8 és 8.15 között? Körülbelül. Oké, 8.17 és 8.18 között. Nem. Na, az már a tudat alatti. Az bement szépen a tárházba. És akkor jön elő, amikor arra szükség van. Tehát te mondjuk 8 óra 18 perckor az Obi felé mentél, és láttál egy balesetet. Nem voltál a részese, nem kellett segítséget nyújtani, mentél a munkába. És el is felejted. De ez a tárház tudatban, a tudat alattiban megvan. Kapsz egy telefont, hogy tanúzni kéne. És akkor mindenre emlékszel. Tehát ezért van összefüggésben a tudatos és a tudattalan, ezzel a malomkerék hasonlattal, vízi malom hasonlattal, nagyon jól tudsz emlékezni rá. Aki viszont a mélyebb strukturális tanra kíváncsi, az olvassa el a zen iránytűt, vagy hallgassa meg a 8 tudatszintről szóló tanítást. Ugyanis az, ami tudatos, jó esetben, az a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, megkülönböztetés, és az emlékezés nagy része tudattalan, ez az emlékezés, ez a kerék. A megkülönböztetés az, ami azt szabályozza, hogy mi az, ami a napon van, és mi az, ami a víz alatt marad. A gondolkodásnak a kognitív része a 6. tudatszint, az pedig elkezdi fogalmakkal illetni. Fehér, üveg, fekete. És akkor olyan adatokat hozunk létre, olyan érzékeléseket, amelyek nagy része a tudattalamban landol, mert nincs rájuk szükség, passzív. Hogyha rövid távon reaktiválod, akkor újra tudatosítod, ha ismétled, akkor viszont az aktív személyiséged részévé válik, ha nagyon sokat ismétled, akkor azonosulsz vele. Tehát az ismétlés nem csak a tudós anyósa, hanem a tied is. Attól leszel az, aki, hogyha tudatosan, szándékosan ismétled, és azzá válsz. Úgyhogy amikor a tudattalanról beszélünk, akkor az bizony a nagy tárháztudat, a 8-ból a 8. szint, a megkülönböztetés a 7., a fogalomalkotó a 6., és a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés az 5. Ebből áll össze a pszichofizikum, a test és a lélek így együtt. A jó hír az, hogy ez mind karma. Ez nem az önvalód,
egyik sem, amit most elmondtam. Az önvaló az, ami látja ezt 1-től 8-ig. Teremti is, látja is. Jó esetben a tudattalanodból pont az jön elő, amire szükség van, de nagyon gyakran nem ez a helyzet. Olyan dolgokra emlékszünk, ami teljesen felesleges. Én megmondtam neked a múlt héten. Ki emlékszik már arra? És ahogy mondod, az se úgy volt. Hát én nem úgy emlékszem rá. És ezt te nem is mondtad neked a múlt héten. Most mi a fontos? Na, az néha elmegy. Miért? Mert a múltra, jelenre és jövőre szétesett a tudat. Tehát az elme olyan helyen keresi az infót, ahol nem kéne. Tehát a tudattalanból akkor jön ki az, amire épp ebben a pillanatban szükség van, hogyha az intuíciód megfelelően működik. A látásod megfelelően működik. Az intuíciód az az igazi önvalódnak a legtermészetesebb megnyilatkozása. És ez, és nem pedig az egyébségek, a hamis azonosulások, illúziók, egoitás, ne szabályozza azt, hogy a tudattalanból mi jön föl a tudatos szintjére, hanem az az intuíció, amiben nincs én. És akkor nem csak magadért teszed mindezt. Akkor az egyévválás alapján teszed mindezt, és nem önös érdekek alapján. És az intuitív memória az nagyon jól tud működni, mert az egészet eléri, bárhonnan fölhozza az élményt, az adatot, a tudást, az érzékszervi tapasztalást, és ha már nincs rá szükség, egy pillanat alatt visszaengedi le a tudat küszöb alá. Ezt hívjuk intuitív memóriának. Megkülönböztetések onnantól, hogy helyesen működnek, hogy tudod, hogy mi a tiszta és mi a szennyezett, de abszolút rosszat és jót nem hozol létre, tehát nem megy át ítéletalkotásba. Tehát egy túlvezérelt megkülönböztető tudat az ítéletalkotó lesz, az abszolút igényű lesz, hogy én tudom, csak én tudom. Oké? Hogyha pedig alul működik, akkor nem tud különbséget tenni alapvető dolgok között, például a tiszta és a szennyezett között. A fogalomalkotó, az elme pedig a legnagyobb problémát akkor követi el, ha nem tud leállni. Tehát állandóan belső monológok vannak, dialógok vannak, és nem tudja a gondolkodást abba hagyni. Állandóan kapcsolja a nevet a formához, a nevet a névhez, elemez, gondolkodik, állandóan pörög. Ez a hatos. És így a tudatos és a tudattalan kapcsolata homályos lesz. Helytelen lesz. Honnan ez tudod ezt? Ez aktív nálam, ez a hatos, úgy érzem. Hát kinél nem. De hát ezért kell tréningezni egy picit, hogy megtanult kihúzni a csapszeget, és az energiát kivenni belőle. És ha ezt megtesszük, akkor helyesen tudunk működni, és akkor nem kell aggódnunk azon, hogy úristen, mit mondtam, miért? Bocsánatot kérhetsz érted, de azt nem tudod meg nem történtét tenni, azt kimondtad. Hogy csúszott ki a szádon? Mi volt az, ami nem hallotta előre? Nem volt tükör. Csak archetipikus késztetések. Csak vágyak, csak harag, csak énség. Nem volt tiszta a pillanat. Hát ezért. Jó? Legtöbbször azt halljuk, hogy a gyermek választja ki a szülőt. Is. És úgy születik. Is. És, de én nem borász vagyok, de én egy nagyon jó bor szakember vagyok, és azt szeretném, hogy a gyermekeim tovább vigyék, akkor én kiválaszthatom a leendő gyermekeim. Persze, kiválaszthatod. Belül te komoly borász gyermek meditációt folytathatsz, megszületik a gyermek, és úgy fog lázadni, ahogy azt kell. Lyukat üt a hordóba, hadd folyjon ki, mert apám azt akarja, hogy én borász legyek, én pedig nem, én informatikus akarok lenni, és hagyjanak engem békén a borokkal. Nem tudok tőlük gondolkodni rendesen, és van, aki berúg. Engem nem érdekel. Tehát te ne szeressél semmit a gyerekettől. Van egy ilyen hasonlat. Azt hiszem, hogy Michelangelo volt az elkövető, amikor megkérdezték, hogy ugyan már ezeket a szobrokat honnan, hogyan tudja ilyen szépen kifaragni. Azt mondta, a márványban már benne van a szobor, én csak a felesleget veszem le.
Tehát egy gyermek kész mesterprogrammal születik le, és ezt tisztelni kell, ugyanúgy, ahogy a kis hülyeségeit javítani kell. Tehát a nevelésnek, tanításnak óriási jelentősége van, hogy milyen szokást erősítesz meg, és milyen szokást gyengítesz meg benne. Mi az, amit beleteszel a kis lelkébe, mi az, amit kiveszel belőle. Hát azért ezt nagyon sokan tudjuk, ez nélkülözhetetlen. Igen ám, csak ez nem a teljes kép. A teljes kép az az, hogy ő kész karmával és életúttal született le. És erre kell ráébreszteni őt. Tudatossá tenni, hogy igen, egy életet élni jöttél ide. Akkor dönts. Korodnak megfelelően. Tehát először mondjuk dönts úgy, hogy stabilan tartod a fejedet. Utána nyugodtan dönthetsz úgy, hogy sírsz, kakilsz, pisilsz, anyatejet szopsz, és így szépen nősz fölfelé. Utána felállsz, utána jársz, utána futsz, utána beszélsz, fogakat növesztesz, nősz fölfelé. És amikor eléred a serdülőkor gyönyörűségét, akkor neki támadsz a szülőknek, amit van, mindennel. Miért? Mert ettől válsz le róluk. 2-3 év kőkemény dackorszak. És hogyha ez nincs, az baj. Mert akkor később olyan lesz, hogy akkor már szülőnek nincs ura fölötte. Én 19 évesen kezdtem el igazán lázadni. Előtte olyan jó gyerek voltam, hogy nagyon. És látod, mi lett az eredmény? Egy egészen konform viselkedés, látod. Teljesen kompromisszumkész. Szóval... Ezért nem akartam, hogy a fiam robbantási szakember legyen, mint én, mert lehet, hogy egy terrorista lett volna. Azzal még jobban jársz. A taoizmus egy nagyon békés dolog. De visszatérve a témára... Terrorista. Hedonista. Terrorista. Nem taoista. Nem. A hedonizmus egy nagyon könnyű élet, csak rövid. Nincs az a baj, csak... Te ne aggódj a gyereked miatt, lásd meg, hogy mit hozott le és mi van benne. De általában az álmainkat szeretnénk viszont látni a gyerekekben, és ez nagyon nagy baj. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kérdezd meg a gyereket, hogy mi a dolgod. Tudja, csinálja. Az, ennyi. Akkor köszönjük szépen, viszlát karácsonykor, húsvétkor, születésnap. Így van. És pénzt ne kérj, mert csinálod a dolgodat. Szervusz. Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék, ott meg ott. Ez a kérdésem a következő lenne. Részt vettem egy egynapos elvonuláson a szombaton, és igazából a meditációt idáig nem gyakoroltam, de itt most többször is volt fél órás elvonulás meditáció, és körülbelül így a negyediknél úgy azt éreztem, tehát a hangokat kellett figyelnem, és azt éreztem, hogy a hangok azok belül vannak, szóval hogy úgy egybeolvadtam belül? A térre. És azt a negyediknél? Igen. Hát jó sokáig vártál rá, hallod. És az a kérdésem, hogy ez így most jó fele haladok, hogy nem. Ez így jó? Nem. Nem. Segítő kérdést fogalmazok meg. Amit most hallasz hangot, az kívül van, vagy belül van? Hát kívül. Igen? Hát akkor hogy hallod meg? Ha kívül, akkor itt leáll. Tehát a fülcímpád vonalában a hang az leáll, és nem jut el belülre. És a dobhártyádot sír, hogy őt nem engedik rezdülni, mert a hang az kívül van. Szóval akkor én nem akartam addig beengedni, és aztán mikor megjelent, akkor attól úgy megjelent. Ne rontsd a helyzetet. Tedd félre, hogy kívül vagy belül van. Ez a víz, ez kívül van, vagy belül van? Mondjad, bátran. Mondjad. Nem tudom, na csak, hogy fura volt. De tudod, ha szomjas vagy, még jobban tudod, ez hol van most, kívül, ugye? Hát, ha megiszom belül. Cs, ne szaladjunk előre, hát lelövi a poént, hát ilyet. Te csak gondolkodsz itten, többet kell meditálni, na. Többet, gondoltam. Ugye? Mondd el, hol van ez a víz? A pohárban. Oké. Rajtam kívül vagy belül? Hát rajtad kívül. Helyes. És most? Belül. Meddig? Jó, nem kell válaszolni. Aztán megint kívül lesz, ugye? Kicsit megváltozik a színe. Tehát
meghallottál valami hangot, megérted, az aztán megint kimondasz valamit. Tehát ez egy teljes körforgás. Ha azt mondod, hogy belül, nem igaz. Kívül, az sem. De egy adott pillanatban mindig lehet tudni. Oké, köszönöm szépen. Szívesen. Az első kérdésem az, az lenne, hogy ugye mondtad, hogy a gyerekek leszületett karmával érkeznek hozzánk. Olyankor, mikor egy beteg gyermeket kapunk, aki csak rövid ideig lehet velünk, ő hogy teljesíti be a karmáját? Egyrészt fogad együttérzésem. Köszönöm. Másik az, hogy ezt hívjuk kölcsönös törlesztésnek. Tehát neki egy olyan lehozott karmája van, amivel csak beteg tudott lenni, nektek pedig nem volt más választásotok, mint hogy ameddig veletek volt, addig ápoltátok, gondoztátok, és utána ez megszűnt. Ez az úgynevezett végtörlesztés. És utána ez megszűnt. Értem. Akkor ő beteljesítette ezáltal a karmáját. És ti is. Ti is. És utána el kell köszönni tőle, meg kell köszönni mindazt, amit adott, és megbocsátani mindazt, amit elkövetett. Tehát kivenni a nagyon pozitív szélsőséget, az az azonosulás ugyanúgy köt, mint a negatív azonosulás. Ezért kell a negatívat megbocsátani, és a pozitívat megköszönni, és ezáltal már beállt egy távolság. Oké? Igen. És akkor el tudsz tőle köszönni, mert ő ment az útján, és ha jól hallom, akkor testet váltott, és már nincs itt. Már nincs. Igen. És ezt a fájdalmat, az elvállás, az elvesztés fájdalmát, ezt is át kellett élni. Ez is változtat rajtad. Értem. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. A második kérdésem a kisfiamról szól, ő 12 éves. Amiben beleszületett kapcsolat, az már nincsen meg az apukájával, és rengeteg nevelési kérdésben nem értettünk egyet. A kérdésem az az lenne, a kisfiút hagyjam-e, hogy még nem született meg a döntés, hogy hol éljen tovább. Hagyjam-e dönteni a kisfiút úgy is, hogy esetleg olyan környezetbe kerül, amiben nem szeretném, hogy fölnőjön? Bocsáss meg, nem tudok válaszolni a kérdésre. Nem lehet. Érzed, hogy miért? Igen. Annyi az ismeretlen benne, én most téged látlak. Nem látom a fiú apját, őt és a környezetet. Igen. Tehát annyira hiteltelen lenne, ha én most itt innen kijelenteném, és miért? Mert elhinnéd. Tehát amire tudok válaszolni, nagyon szívesen, de erre nem, több okból sem. Az előbb elmondtam a materiális részét, de most az emberi részét el kell mondanom, mert ez a te döntésed, a fiú apjának a döntése, és valahol a fiad döntése is. Ezt nem lehet kívülről hitelesen befolyásolni. Hiteltelenül lehet befolyásolni, nagyon sok ilyet látsz. De valójában arra van szükség, hogy tiszta tudattal, közös akarattal döntsetek. Ez lesz a jó döntés. De ezt kívülről nem tudod megkapni úgy, hogy az helyes legyen. Jó? Rendben. Köszönöm szívesen. Szépen. Egyéb kérdés? Nekem az olyan furcsán jött át, hogy én negatívan, tehát állok a szülőkhez, mikor megszületünk, egy ártatlan gyerekek vagyunk. Ártatlan? Meddig? Hát, miért? Milyen mértékben? Hát amikor elkezdünk formálódni a szülőkre, mert a szülők többnyire, akik formálják, az a tükörképe a gyereknek. Tényleg? Nem. Hogy leszünk mi önállóak, és hogy leszünk önmagunk? Az ártatlanság, azt tudod mi? Passzív karma. Tehát nem aktiválódott még. Ha tényleg ártatlanok lennénk, akkor hogy leszünk ezek a rusnya felnőttek a gyönyörű, ártatlan, illatos, gyönyörű kisdedből? Gondoltad ezt? Tehát ott honol a tudattalanunkban mindaz, amit a külső ingerek majd aktiválnak. Apuci és anyuci aktivál, nagyszülők, barátok, ellenségek. És akkor elkezdünk azzá válni, ami itt belül van.
és ez megmutatkozik kívül is. Feltetted a kérdést, hogy miért ilyen lassú az ember fejlődése a többi főemlőshöz képest? Belegondoltál ebbe? Annyira nem. Pedig kéne, és akkor az ártatlanság így kimegy az ablakon. Azt lehet. Ugyanis nem bírnánk el a karmánkat, hogyha az fél év, egy év alatt teljes mértékben ivaréretté tenne minket, individuummá tenne minket. Az emberi karma annyival komplexebb, súlyosabb, mint az állati, hogy nekünk ennyi időre van szükség, tényleg 17-18 év, hogy szépen rétegről rétegre, napról napra, pillanatról pillanatra megmutatkozzon, hogy mi kik vagyunk. Senki nem ártatlan, de senki sem bűnös. Lehoztunk egy bizonyos karmát, és ezt a környezetünk aktiválja. Nem az van, mint ugye régi tudományelmélet, tabula rasa, ugye? Tiszta, fehér tábla, és erre a szülők, meg a család, meg a környezet ráírják a gyermek karakterét. Nem. Annyira fontos a külső kondicionálás, hogy nem lehet eleget beszélni róla, de ugyanolyan jelentős az, amit a gyerek lehozott a lelkében, az előző életeiből. Tehát nagyon-nagyon féligasság az, amikor akár racionalista, akár behaviorista modellekben gondolkodik a nyugat, és ezzel egy csomó mindent elveszít. De amit nem tudott meg belül, azzal nem tud semmit se kezdeni. Ha nem látja az ember a saját karmáját, mindig kívül keresi a megoldást. Én is a gyerekneveléssel kapcsolatban kérdeznék. Van egy 6 éves kisfiam, és ő hát nagyon félénk gyerektársaságban, és emiatt nagyon befolyásolja a többi gyermek, szóval bármit megtesz, amit ők mondanak. És az van a kérdésem, hogy ez az ő karmája, és nekem erre nincs befolyásom, vagy hogy tudnék neki dehogy segíteni? Dehogy nincs. Egyrészt egy kicsit meglátod, hogy apa és fia mennyiben hasonlít. Hát igen. Ez az egyik. A másik, hogy magadban leküzdöd azt, amit a gyerekben javítani akarsz. És a kettő együtt fog működni. Tehát a gyerek mindig emlékeztet valamire, jó esetben, hogy benned még mi az elintézetlen, benned még mi a munka. És akkor együtt dolgozol magadon, és ezáltal a gyereken végzett munka rossz szóval, de inkább a nevelés vagy alakítás, sokkal könnyebb lesz. De ha én nem vagyok hajlandó változni, de a gyereken be akarom hajtani, az nem fog menni. Tehát persze, lehet bátrabbá tenni, csomó mindent, de a neked belül azt le kell követni, vele együtt kell változni. Jó? Köszönöm. Szívesen. A tudatossága az emberiségnek, az hogy függ össze az egyének a tudatosságával? Meg most így különösen kérdezem ezekben a változó háborús időkben. Hányan vagyunk a bolygón? 8 milliárd. Hát karcoljuk. 7,9 környékén járunk. Szerinted hány emberrel vagy kapcsolatban tudatosan? Hányat ismersz ezek közül? Hát keveset. Ugye, hogy keveset? Igen. Jó. Tehát az emberi tudatmező az a teljes tartomány, amiben a 7,9 milliárd mozog, a számunkra nagy részt csak egy passzív tapasztalás, még csak nem is érezzük. Aha. De mindannyian ugyanabban a folyóban úszunk. És az egyetlen egy esély, hogy ezen te változtass, az a magadon való változtatás. Másképp nem megy. Egyéb kérdés? Nem jó irányban megy a világ, ezt érzem, ezt látom. És hogy szerinted ez föl tud visszafelé emelkedni, vagy elsüllyed? Az a kérdés, hogy te magad mennyire válsz a következményévé ezeknek a folyamatoknak. Tehát ha valaki dühös, az mennyire tud feldühíteni téged? Mert ha igen, akkor mindenkivel együtt mész a szakadékban. Az igazi kérdés az, hogy mi magunk, én, ti, a párod, a családod hogyan tudja a helyes irányt tartani? Ha megnézed, a világ sose ment jó irányba. Tehát voltak ilyen békésebb időszakok, ez a 2-3 évtized, vagy
Most, hogyha Európát megnézed, ez a három évtized, ez a balkáni háborút ne felejtsük el. Az elég kemény mérkőzés volt. Igen. És az előtti, hát persze arra mindenki emlékszik. De az előtt 20 év volt. Az előtt megint csak 30 év volt. Utána már a 48-as forradalmaknál vagyunk megint vissza, az egy újabb ilyen 20-25 év. Tehát az emberiség nem tanul, de nekünk tanulni kéne. Tehát a világ sosem ment jó irányba, nekünk kéne jó irányba menni. És ezt csak magunk tehetjük. Úgyhogy a tudatosodás, a felébredés felé való haladás, ez mind a saját nem csak hogy előjogunk, hanem hogyha te megismerted ennek a működését akár egy töredék százalékig is, kötelességünk. Hogy te ennek belül hogy teszel eleget, az a te dolgod. De hogyha te megtapasztaltál egy szenvedésmentesebb, Uram, bocsáss, szeretettelibb vagy boldogabb létállapotot, akkor ki az, aki ettől eltávolodna? Ki az, aki ennek ellene menne? Ugye, hogy nem? De ezektől a folyamatoktól, amiket idézel, vagy megyünk visszafelé, hogy az emberiség hogyan sodródott a szakadék szélére x-szer, és x plusz egyszer kijött belőle, nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani. Az a fontos, hogy a mi útunk helyes legyen. És ez a mi útunk, ez az, hogy mi ez. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ennek a rövid formája az, hogy mi ez. A ki az már a termék, a mi az még a teremtő. A mi az még a massza, a ki az már a süti, ami kijön a sütőből. Mert hogyha ez a mi ez kérdés megmarad, ülve, állva, járva, fekve, csendben, beszédben, mozgásban, mozdulatlanságban, álomban, ébrenlétben, testben és testen kívül, akkor az utad helyes, akkor az egyenesen megy. Ne válj következményévé mások magatartásának. Köszönöm. Szívesen, mögötted. Követek egy másik számomra hiteles tanítót, és ott valami olyasmi hangzott el, ami nagyon rezonál az én életemre. Az apai ágon mindenki spirituális volt, és ez a vonal megszakadt a nagypapánál, és mi ezt bátyámmal fölvettük. De mind a ketten egymástól függetlenül erre az útra léptünk, a buddhista vonalra, és ez a tanító azt mondta, hogy az önvaló keresését a lélek szomjazza, és lehet, hogy édesapámnak a boldogtalansága ebből fakad, hogy igazi konok, csökönyös embert biztos találkozott már a mester is olyanokkal. Soha. Hogyan tudnánk rábírni arra, hogy nyisson erre a vonalra, mert... Sehogy, hát mert... most mondod, hogy konok meg csökönyös. Hát nem rábírod, eléteszed, és akkor jussz se. Tehát igen. Akkor a fordított taktikát kell alkalmazni. Mondd azt, hogy nehogy eszébe jusson, hogy ezt csinálja. Ezekről a dolgokról, amikkel mi foglalkozunk, ő nem foglalkozott, de valószínűleg benne kell lenni a családi karmában, hogy ez fontos a mi lelki állapotunk egészségének a megőrzéséhez, és... Nem tudod a szüleidet visszatanítani. Tudom, és a mester ugye mondta sokszor, hogyha nem kér segítséget, akkor... De mégis olyan tehetetlen neki. Mégis? Akkor most ki a konok? Az alma nem esett messze az alma készítő üzemtől. Tehát... Segíteni szeretnék, és teljesen eszköztelennek érzem magamat. Tedd ide a kezedet, ide Málkas tájékra? Dobogott valami? Természetesen. Akkor nem vagy eszköztelen. Igen, szoktam így beszélni, és volt két hete egy pillanat, hogy azt hittem, hogy változás lesz, és... Azt és hitted? Hittem. És közben buddhista vagy? Nem áll. Tehát egy nem illúziót áll. Így szépen lehoztál, rátenyereltél, és nem működött? Hát hogy van ez? Nem címkéztem meg magam. Azt mondtam, hogy ráléptem az útra. De most a hiedelmedről beszélek. Köszönöm szépen. És a hiedelem az az, ami elvisz az útról. Azt hitted, hogy változás következett be, de mégsem. Tehát ne akard a szülőt megváltoztatni,
segítsd, ha elfogadja. Nagyon sok év tapasztalás van abban, hogy pont a szülőt nem tud tanítani, de még az én mesterem se tudta apámat tanítani, holott találkoztak Koreában, és beszélgettek. És anyám is találkozott Sung San Zen mesternek, Istennel legyen hála. Gyönyörű találkozás volt. Fantasztikus élmény. 1997 nyár, gyönyörű hegyi templom, nem is a városban, és sikerült. Úgyhogy el kellett fogadnom, hogy apám akkor se fogadta el a darmát, hogyha nem én mondtam, és 4 év múlva halott volt. Nagyrészt azért, mert a saját lelki folyamataira nem volt hajlandó rálátni, és konok volt, és makacs volt. Viszont az akarat erejét azt örököltem. Jó? Tehát nézd ezt úgy, hogy apádból vidd tovább a legjobbat, és amiért hozzá születtél, az ott van benned. De hogy te abból mit csinálsz, az a te dolgod. De ne várd azt, hogy apád meghallgat téged, és azt mondja, hogy igen, követlek, fiam. Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. És ezzel kell megbékélni, hogy a transzgenerációs spirituális karmát te viszed, a nagy az, hogyha jól hallom, a nagyszülők vitték, de apád nem. Most innentől kezdve neked dolgod van, és csak a sajátodat tudod csinálni. Jó? Igen, okay. Köszönöm szépen a választ. Szívesen. Tavaly az egyik darma beszédedből beszéltél egy koanról. Ültem rajta, nem jött semmilyen értelmes. Nem tört, ahogy ültél rajta? De igen. Viszont pár hónappal ezelőtt nagyon spontán jött egy, mondhatni, megoldás, vagy nem tudom. Viszont elfelejtettem akkor az... Nagyon jó! Nagyon jó! Ez mutatja, hogy az az elméből jött. Tehát akkor az nem a megoldás volt. Ki tudja, hát elfelejtetted. Hát. De hát... Ez a legjobb alkalom arra, hogy te elgyere egy elvonulásra, és hát ha a meditáció csendes csoportosságában, nem magányában, előjön. Ugyanis néha az elme ezt úgy eltemeti, mint a kutya a csontot. Tehát a legfinomabb velős csontot a kutya így rohan, és így elássa, és nem találja meg. Nagyon sokáig. Az elme kiokumlált valamilyen megoldást, nem tudjuk, hogy annak mennyi intuitív tartalma van, majd meglátjuk, ezért kell a tanító. Értem, köszönöm szépen. Szívesen. Itt? Jól értem-e, hogy ez a kettő az első kérdés, hogy tarts tisztán a tudatod, mint a térnő tükör, ez ugye tulajdonképpen a külső dolgokat tükrözzem vissza tisztán. Belsőt is, hát mi történik veled? Most gondold el, gyakorolják a darmát nagyon szorgalmasan, de a saját lélektartalmukat nem hajlandók tükrözni, csak azt, hogy az égkék meg a fűzöld. Hát nehogy azt itt, hogy a keleti tanok mindent kimondtak, azt mondták ki, ami az első lépéshez kellett, de azt nagyon. Ha az első lépés a helyes irányba megy, akkor a második is helyes irányba megy. De ha az első lépést nem tanítom meg helyesen, akkor elveszett az egész. Tehát keleten nem írták le a teljes rendszert. Tapasztalatból kellett neked elsajátítanod. Vázlat, keret, kiindulás, ezt kaptad. A mi ez, mint kérdés, az tényleg eleinte befelé irányul. Azt a tükröt tisztítja le, ami eredetileg te vagy. És így ez nem tárgyas kérdés. Bármilyen válasz jön rá, azzal te eredetileg nem vagy azonos, még hogyha a hátizsákodban viszed, akkor sem. Tehát a mihez kérdést ismétled lágyan. Először szóbeliség belül kimondod. Utána, hogyha már nagyon sokat gyakoroltad, akkor elég a meditáció elején kimondani egyszer, és minden lélegzettel visszatérsz hozzá. Onnan tudod, hogy visszatértél hozzá, hogy az elme nem mozdul, nincs felesleges elmetevékenység, gondolkodás, elemzés, narráció, megkülönböztetés, múltba veszés, ez mind nincs. És ekkor a tárgyatlan, nem szóbeli kérdést gyakorlod. Már nem mondod ki azt, hogy mi ez, mert az megvan. Már nem kell kimondani. Az elme nem mozdul, a tudat ott marad, a pillanat tiszta.
No kérem, amikor ez már kellőképpen szilárd, akkor én a tárgyas mi ez. Megjelenik a probléma. Addig is ott volt, csak addig nem volt érdemes foglalkozni vele, mert mindig belekeveredtél volna, mindig ráragadt volna a tükörre, mindig illúziót és hamis azonosulást termelt volna. Miért? Mert nem volt elég erős és tiszta a tudatod. Oké? Okay? Nézd meg, hogy hogy csinálnak egy tükröt. Hogyha az üvegtábla még lágy, akkor nem tud tükrözni, hanem behajlik. Oké? Okay? Annak meg kell szilárdulni, azt le kell festeni foncsorral. Nagyon-nagyon sokáig kell a precíziós tükröket csiszolni ahhoz, hogy azok pontosan azt mutassák, ami előttük van. És amikor ez már kellő tisztaságot, szilárdságot elért, akkor a tárgyat úgy mutatja, hogy van. Nézd meg ezeket az ultraéles, távolba látó csillagvizsgálókat. Ilyen kis hatszögletű mélysejthez hasonló tükreik vannak, több egymás mellé téve, és elképesztő messzire látnak vele. És tisztán. Tehát, hogyha nagyon erős és nagyon tiszta a tudatod, akkor a tárgyat úgy mutatja, hogy van, és rákérdezel a problémára, hogy mi ez, és megmutatja az okozati viszonyait. Megmutatja, hogy honnan jött, és hová megy. Magyarul te ki voltál a probléma kialakulása előtt, és kivé váltál a megoldás által. Ezt is megmutatja. De hogyha te ebbe beleszólsz azzal, hogy ez nem én vagyok, én más szeretnék lenni, ez nem is úgy volt, akkor az elme belerondít az egészbe. Tehát meditációnak az a legelső feladata, hogy az elme tudatos, fogalomalkotó, ítéletalkotó és múltba vesző tevékenységét, azt függessze fel. Oké? Okay? És akkor a tárgyas mi ez kérdés kirajzolja az ok és okozatiság törvényét. Az addig is ott volt, csak számodra nem volt világos. Mert mindig azt hitted, hogy, meg attól féltél, hogy, és azt remélted, hogy. Ezeket félretettük. Mindet félretettük. És ekkor következik be az, hogy a teremtés mozdulatát mind a teremtő, mind a teremtett szempontjából tisztán látjuk. És ha kell, uraljuk, kell. Helyesen használjuk, kell. És a negyedik, az pedig a tárgyas, nem szóbeli kérdés. Már nem kell föltenni azt a probléma láttán, hogy mi ez, mert kellő alázat, szerénység, rutin, tapasztalat, odafordulás, együttérzés, bölcsesség van benned ahhoz, hogy külön rákérdezés nélkül tisztán lásd az okozati viszonyokat is, és nem azonosulsz vele, és nem mész vissza a múltba, és nem alkotsz ítéletet, és nem gondolkodsz feleslegesen. És ekkor a kérdés egyé válik, és betölti az összes funkcióját. Jó? Nagyszerű. Hölgyeim és uraim, megköszönöm kitűnő jelenléteteket, azt a figyelmet, amivel ma egymást tiszteletteljesen meghallgattuk. Remélem, hogy a tan ebben a formájában számotokra használhatóvá, élhetővé válik. Azt is remélem, hogy minél többször találkozhatunk, gyakorolhatunk együtt, és haladhatunk a felébredés útján, mely által megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat. Köszönöm a figyelmet!